Köcsög Jankó is fölkerekedett, hogy szerencsét próbáljon. Azért hívták köcsögnek, mert nagyon kicsi volt. Kip köcsög. No, megy mendegél, Jankó. Hello! Hát kipropátok, nem az a feladás típus, feladós. Úgyhogy újra itt vagyunk. Újra toppon vagyunk. Bevettem egy csomó nyugtatót. Elmentem Sanyival sétálni egyet. Már is jobban érzem magam. Várjatok egyébként. Így. És... most egy kicsit átvariáljuk a dolgot, az lesz az első, hogy alszunk egyet. Nyugod vagyok! Nyugod vagyok, gyerekek! És akkor igen, átvariáltam egy kicsit a szituációt, az lett, hogy legelső az alvás. Húzunk vissza a cuccainkért, így most már legalább látjuk is, hogy mi van. Megszippantjuk, nem. Teljesen máshogy fogom végezni a dolgokat, gyerekek, egy kicsit akkurátusabban. Hát ide nézzetek, bazze, hát a rossz sem levette meg, hogy... Ezek a sörös ládák azért mindig eltűnnek, de komolyan, rákes franc tudja, hogy hova tűnnek ezek a sörös ládák. Na. Éjségünk van, szomjúságunk van, mindenünk van, de nagyon gyorsak leszünk. Keeper újra gondolta a dolgokat, mert... Kezdődik, apád! Töke! Kezdődik! Jó, van szélvédők, gyerekek, van szélvédők, az is újra termelődik ilyenkor. Úgyhogy az is egy nagyon jó dolog. Gyújtáskapcsoló, oké. Figyeljetek. Oké, minden rendben van. Alacsony sebességi fokozatban nagyon gyorsan elmegyünk. Inni. De nem. Inni. Inni kell menni, gyerekek. Először is. Jó, húzzunk egy kis kézigázt. Ha, menjünk. Kilökjük a kéziféket, azt már veretjük is neki, nem baj, nincs levegő. Milyen hamarabb tudjunk haladni. Alacsony sebességi fokozatba. Nagyon figyelünk a ralisokra is, kitaláltam, hogy nem ezen az útvonalon kéne menni. Köszönjük neki egy izét. Igen, itt szerintem ez a baj. Nem mondod, hogy pont jön. És most pedig megsoptatlak. Sopjál, Geci! Sopjál, Geci! Sopjál, Geci! Sopjál, Geci! És most aludj el! Na! Lehet, hogy hallgatnom kellett volna a kislányra, és aludnom kellett volna tényleg. De én nem voltam álmos, és úgy gondoltam, hogy visszatöltem a játékállást, és neki veselkedek még egyszer felvenni ezt a gameplay részt. Viszont a játék máshogy gondolta, tényleg úgy érzem, hogy ez most már biztos vagyok benne, hogy a sátántól való gyerekek ez a játék, mert amint látjátok így a videóban, konkrétan semmilyen hangot ezután a felvevő program nem vett egész rész alatt a játékból. Azért gondoltam, hogy csinálok azért egy ilyen videót, amiben összevágom, hogy mik történtek ebbe a részbe, és narrálni fogom, hogy azért kontaktusban legyetek, hogy... ha a következő gameplay onnan fog indulni a városból, akkor tudjátok, hogy egyáltalán mi volt az előzménye ennek. Amit látjátok, ugyanúgy indítottam a játékot, betöltődött ugye a játékállás, összeszedtem a cuccaim, és aludtunk egyet, hogy kapásból reggel legyen, hogy ne éjszaka kelljen motoszkálni. Utána megint csak beültem így a csillagrombolónkba, az ippantó autóba, és az volt a tervem, hogy lemegyek a kísértett házhoz, és iszunk egyet, és utána fogjuk a szippantó autóval itt a balra mellettünk lévő munkát elvégezni, ami azért nem volt annyira síma, mint ahogy gondoltam. Szerencsére most már nem jött velünk semmilyen jármű szembe, tehát nem borultunk fel, mint ahogy az előzőleg láthattátok. Elértem a kísértett házhoz, itt szépen elkezdtük inni, és levittük ugye a szomjúságot, a szomjúság csikot nullára, aminek már itt kezdtem örülni. Beálltam utána ide a szomszédhoz, vagyis ehhez a házhoz, hogy ugye elvégezzük a szippantást, hogyha már egyszer itt vagyunk, akkor mindenképp ez jó lenne. Hát
Látjátok, itt a csövet szépen beledobom, egész jó haladtak a dolgok, mit sem sejtve természetesen, hogy nem vesz egy deka hangot se, végig pofáztam az egészet egy órán keresztül, hát gondolhatjátok, mennyire örültem neki. Na de elvégeztük itt a szippantást, átvettük a pénzt, nagyon örültünk, fú de jó, minden simán menne, hogyha nem ejtettem volna bele a csövet megint a pöcegödörbe, természetesen. Viszont most már ugye jobbra fordultunk itt az autószerelőműhelynél, és kiértünk a strádára. Egyébként ez az útvonal, ez nagyon kis baráti, tök jó. Elég látványos is, nagyon sok ilyen pajta van, amiket meg akarnék nézni. Hát itt is végig ugye beszéltem, poénkodtam, sztorikat meséltem, és közben nem vett semmilyen hangot. Beértünk ugye a településre, én gondoltam egy nagyot, és mondom, leürítem a szennyvizet a szennyvíztelepen. Hát annyira nem jártam sikerrel, amint látjátok, mivel 8-tól 16-ig van nyitva, hétfőtől péntekig. Hát gyorsan akkor mentem tankolni egyet, akkor legyünk túl azon. Tankolás rettenetesen lassú volt, mivel nagyon-nagyon lassan folyik az üzemanyag ebbe, nagyon nagy tankja van. Utána bementünk a boltba, pótoltuk az elveszett sörös ládát, ugye, elveszett, vettünk izzókat a járműbe, és még ráadásul töltöttem egy lottót, és jó hiszeműen, hát, mert ebbe a játékba csak szerencséje lehet az embernek, biztos vagyok benne, soha nem nyert senki a lottón egyébként. Utána ugye fizetés, összeszedtem a cuccaimat, és egyébként fel is adtam a lottót, természetesen a postaláda az bebugolt, nem tudom, hogy egyáltalán be is vette, működik-e, nézzétek meg, mi történt. Egyébként meg se lepődök már a dolgokon, hogy folyamatos bugokba, ezt nem tudom, ott van ugye a lottószelvény, konkrétan nem tudom, hogy ez hogy kellene működnie, talán meg lett, de lehet, hogy nem, tök mindegy, úgyse fogunk nyerni. Utána ugye visszamentünk az autóhoz, és beálltam az utolsó melóhelyre, még pont van annyi hely, ugye a szippant autóba, hogy ezt még ki tudom szippantani. Igaz, hogy már így is rettenetesen nehezen kezelhető, mert ugye körülbelül 8 vagy 8 és fél, vagy 7 és fél tonnányi szar van konkrétan ebbe a kotlába. És akkor ugye beálltam, leállítottam motort, és szerencsére elmentem menteni egyet. Hogyha ez nem történik meg, akkor nem veszem észre, hogy lehet, hogy még egy órát ráhúzok, és akkor is úgy játszok végig, hogy nem veszem észre, hogy nem vesz hangot. Szóval itt még szerencse, hogy ezt észrevettem. A következő részben innen, amit látjátok, innen fogjuk folytatni. Hát bocs, hogy ez a rész ilyen lett, de úgy gondoltam, hogy nem akarok csak annyit közölni veletek, hogy hát bocs, de nem vette az előző részt, hanem így ez történt, és azért küzdeni fogunk tovább. És köszönöm szépen a figyelmet, és bocsássatok meg, hogy ilyen rövid lett a rész, és semmiképp nem lett volna élvezetes számotokra, hogyha én itt ezt feltöltöm úgy, hogy nulla hanggal nyersen egy órás videót. Köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!